aki szemetel, az szerintem egy köztörvényes bűnöző. A műanyagnak csak egy baja van, hogyha szemetelünk vele. És nem a kibocsájtót kell, aki eteti, itatja a népet, hanem azt, aki szemetel. És a szemetelő az egy bűncselekmény. Nekem az a véleményem, hogy aki gazdag akar lenni, az kizsákmányolja a világot, az embereket, meg a természetet is. Az, aki értéket hoz létre és alkot, és közben, ágy Isten, még pénzt is keres, az az igazi gazdagság. Annyira vagyok gazdag, hogy nagyon sok embert el tudok tartani, nincsenek semmiféle gondjaim, de nincsenek is sztár alűrjeim. Tehát én nem akarok Dubajba toronyházat venni, meg nem akarok szigetet venni. Mikor mész nyugdíjba? Nem megyek soha nyugdíjba, most még van egy három ilyen szerelem projektem, kutya kötelességünk, visszaadjuk azoknak az embereknek, akikből mi nagyok lettünk. A Három Igazság mai vendége Balogh Levente, üdvözlünk szeretettel, Tomi jön a szabályokkal. Köszönjük, hogy eljöttél. Itt van három boríték, ezekben vannak azok a témakörök, amiket mindenképpen érintünk majd, azon belül meg jobbra-balra haladunk, csapongunk, meg minden. Te döntheted el, hogy milyen sorrendben haladjunk ezekkel. És nagyjából 7 perc áll rendelkezésedre a válaszadással. Ebben is csúszhatunk kicsit. Jó, rendben. Melyikkel kezdjük? Ja, mert a vége, válasz. Laci. Ja, hát és itt lesz a vége, ugye, a te igazságod, de azt majd, azt majd a legvége. Előbb színezünk. Kezdjük a piros sem, az a legveszélyesebb. Laci. Én vagyok a legveszélyesebb. Hát ezek szerint, legalábbis ma. Mi az igazság? Mit tanított neked az édesapád? Hát nekem nagyon sok mindent. Elsősorban a szakmát, a szakmai elhivatottságot, úgyhogy neki köszönhetem azt, hogy szeretem a szakmámat. És azt mi ez a szakma? Hogy hát szűkebben az élelmiszeripar, ugye én élelmiszer technológus vagyok, annak is tanultam, és egyébként ugye mindig sportoló akartam lenni, ugye válogatott cselgáncsozó voltam, nem messze a Honvédba judóztam egyébként, de aztán nem jött össze a nagy álmom, hogy olimpiai bajnok legyek, úgyhogy úgy döntöttem, hogy visszajövök a bizniszbe, és ami a hobbim volt, mert egyébként a szakma volt a hobbim, az édesapám szakmája, és nekem nagy példaképen volt, hiszen a magyar üdítéte a gyártásnak, ő volt az úttörője, nagyon sok. Ugye ez volt az Olympus nevű cég? Hát az Olympus, a márka üdítő, a Top Joy, a Piroska. Ezeket mind ő fejlesztette. Tehát akkor te tulajdonképpen gyerekkorodba belecsöppentem. Ebbe az aurában nőttél. Igen, és nagyon tetszett egyébként, mert külföldi, hogy az első nyugat-európai magyar vegyes vállalatnak volt a fejlesztőmérnöke, ez az Olympus, és ott egy görög milliárdos volt, a magyar állam volt a tulajdonos, meg egy nekem abból a citromléban, meg így gyerekkoromból. Hát azon belül volt a Top Joy, igen, de hát ott volt a Kuwaitba exportáltak citromlevet, meg gyümölcslevet, és kimentek ugye annak idején az Intel Corporation exportálhatott csak Magyarországról, és kimentek Kuwaitba, és kivitték a Top Joy szörpöt, meg Top Joy üdítőket, ilyen dobozos üdítőket, és mondta az arab, hogy miért Top Joy, hát miért nem valami magyar név, és az Intel Corporation-nek a vezérigazgató nőjét Piroskának hívták, így jött vele szembe, hát jó, akkor legyen Piroska. Ja, és így lesz a döntések, zseniális. Ez az akkori, de hányat írunk? Ez 1980. Ez akkori marketing. De egyébként az a fura, hogy ahogy így említed ezeket a márkaneveket, amelyek még ma is léteznek egyébként, vagy nagy részük még ma is létezik, hogy egyszerűen így jönnek elő az emlékek, tehát valahogy ezek az üdítőitalok, vagy ezeknek egy része, ez így szerves része lett, hogy is mondjam, a magyar létünknek, nem? Tehát, hogyha Piroska szörp, azt tudod, az Olympus citromlevet, a márka üdítőt. Hát az... A márka üdítőt kezded a egyetem után, ösztöndíjat nyert, kapott a Kecske, úgy kerültünk Kecskemétre, mert pestiek voltak az édesanyám angyalföldi, az édesapám zuglói volt, és az egyetem, a műegyetemen végzett, és ösztöndíjat kapott a Közép-Magyarországi Pincegazdaságba, és ott az volt a lényege, hogy ezt a futóhomokot ezt kétféleképpen oldották meg a Duna-Tisza közén, vagy erdőt telepítettek, vagy szőlőt. Úgyhogy és nagyon sok szőlő van még most is ott egyébként, és olyan sok szőlő termesztettek, hogy nem kellett annyi bor a KGST-nek, és ki kellett valami mellékterméket találni, és akkor még gyümölcslévő készült az üdítőital. Akkor még. Mert a
kimaradt szőlőből azt üdítőt gyártottak. Ha már az Olimposzt az imént említettük, leültél ide hozzánk, és azt mondtad Lacinak, Tominak, nekem, hogy én már mindent elmondtam, nem nagyon tudok újat. Hát szerintem de. Azt mondod, hogy a nemzetközi karrier a küzdősportban váratott magára, emiatt a bajtad. De hát az Olimposzon a csúcson voltál, 17-szeres magyar bajnokként, úgy tudom. 18, hát igen. 18? Hát magyar bajnok voltam, és 17-szeres kupabajnok, meg NATO EB harmadik, senior EB ötödik, VB hetedik. Hát úgy, hogy én egy ilyen hiperaktív gyerek voltam, vagyis azt mondták, hogy a kisvárosban laktunk, nem volt orvosi véleménye, hanem ott az értelmiség az ugye egy ilyen kisvárosokba, vegyészbá, jogászbá, tehát egy orvosok, mérnökök, ezek egy baráti körbe voltak, és ott az orvos barátok mondták édesanyámnak, hogy mit csináljon, mert hogy nem bírnak velem, és akkor egy ilyen nagy csoportba beírattak birkózni, és akkor hát elég jó sikereket, jó, hát bronzérmes lettem egy kis dobos versenyen birkózásba, és aztán egy véletlen szerű dolog volt, hogy a kecskeméti judo akkor is elég jó volt, és az édesapám közvetlen munkatársa, mérnök a pincegazdaságban, ő volt az egyik judo edző. És mondta, hogy vigyen át judozni, mert modernebb sport, mint a birkózás, és akkor 6 éves korom. Büszke vagyok, még most is megvan a minősítési könyv, ami 1974-es bejegyzésű. De te a mai napig gyakorlod a küzdősportokat. Persze, én nagyon szerettem, én 20-30 évig judoztam. Most elkezdtem 12 éve most kickbox meg K1-et csinálok, mert nekünk a cselgásban nem volt tudod ütési kultúránk, ütési, meg ütésfogadási, és meg akartam tanulni. Küzdősportolni meg szeretek, és szerintem egyébként most teljesen mindegy, hogy küzdősport vagy nem, de a cselgáncs is, meg a kickbox is egy nagyon jó, egy óra alatt annyira átmozgatja az embert, hogy ugye az üzleti világban erre szükségem van nekem is. Menjünk vissza egy másodpercre erre az üzleti világra, ugyanis ha összefoglalunk téged, akkor a jelenlegi szerepvállalásaid, mint például az RTL klubon futó cápák között, vagy a legutóbbi műsorod az álommeló, az már egy komoly vállalatvezető hétköznapjaival ismerteti meg az embert. Plusz ugye bekapcsolom a tévét, nézem az atlétikai világbajnokságot, és ott is Szent Királyi üveget kap mindenki. Most is azt hiszünk. Tehát ez egy hatékony üzletember portréja kívülről. De ebbe a mai napig hétköznapi izzadság van? Ma már nincs. A Szentkirályi Magyarország, ugye bevontam tőkét, és egy nagy európai, a legnagyobb európai holdinghoz tartozik most már. Ennek vagyok egyébként közép-európai elnöke, meg tulajdonosa is. Az nagyon, tehát mindig, amit a múltiktól irigyeltem, az a multi management. Nagyon profik voltak benne, a mai napig nagyon profik, tehát ámulok, bámulok még most is. Tehát elnökként beülök egy-egy értekezletre, azért úgy kell csinálnom, mint ha érteném, de... De a hatékonysága mi a támulsz, bámulsz? Vagy... Annyira automatikus, olyan matrix rendszerre dolgoznak, hogy most vezetjük be a mesterséges intelligenciát a 8 országba, tehát iszonyat, tehát csak kapkodtam a fejem. Tehát én sok dologban jó voltam, mindig ahhoz hasonlítottam magunkat, kelet-európai, magyar sikeres cégeket, hogy milyen kis kurucok voltunk mindig. Tehát mindig így rajta csaptunk a multikon, meg egy kicsit úgy meg is ijesztettük őket. Aztán a háborút a végén mindig megnyerték, mert még soha nem tudtunk összefogni. Levent, a mesterséges intelligencia ilyetén applikálása, integrálása nem rémít meg téged? Te, aki... Nagyon örülök neki. Tényleg? Persze, kordába kell tartani. Így, erre gondoltam. Ijesztő néha, meg vannak veszélyei, de például a menedzsment, az üzleti fejlesztés, a munka, a gondolkodás, aki becsületes dolgozó, az nem fél tőle a munkájába. Lefordítom, nem elég egyszerűen tettem fel a kérdést, de most leegyszerűsödök, mert túl bonyolult volt a fejemben a gondolat. Te egy dolgos fiú vagy, ugye? Én abszolút. Tehát mondták, hogy... Szorgalmas és pontos. Igen.
sőt, munkamániás, tehát nem úgy munkamániás, például a rendet, mindent, a családom, a gyerekeim, tehát mindig, tehát addig nem ülök le, amíg nincs összehajtva az összes gyereknek a ruhája, nincs elpakolva a konyha, tehát én eszek, akkor magam után elmosogatok, elpakolok, most is kijárunk külföldre, tehát nem tudom elviselni, hogyha valami nincs rendben, vagy nincs nem a helyén. A kupi az nem. Nem. Ez a fegyelem, amit Laci is említett, ami igen, jön a küzdősportból. Tehát addig megyek, és mondták már, hogy miért nem vagyom már abba, hogy már nyugodtan abba, hogy hát azért, mert ezt tesz boldoggá. Tehát az, hogy létrehozok, alkotok, ez visz előre, és ezt tesz boldoggá. Mikor mennyire van tele az agyam? Hogyha nagyon tele van, akkor 7-kor. Ha nem, ha kicsit lelazultabb vagyok, akkor ilyen 9-ig megpróbálok aludni, de nem nagyon sikerül, mert már ahogy kinyílik az értelmem hajnalba, akkor már elkezd kattogni az agyam. Kiket kell főírni, miket kell lefejleszteni, kinek mit kell kiadni. És ezen belül az a szerencsém, hogy a Szent Király Magyarország, hogy mondtam, az elég automata. A legtöbb problémám, a legtöbb gondom az a KKV-immal van, a kis és középes vállalkozásaimnál, de ott is megpróbálom ezt a multinacionális szoftvert átrakni. Tehát a nagyból szerzett tapasztalatot azt átfordítom. Implantálod most a kisebbbe. Na melyik sárga, zöld? Zöld. Zöld? Legyen a zöld, az az enyém. Az én kérdésem az pedig így szól, mi az igazság? Mit takar számodra a tiszta víz fogalma? Az édesapám mondta mindig azt, hogy a természetes ásványvíz az utolsó olyan csomagolt élelmiszer, ami ősi természeténél fogva jut vissza az ember szervezetébe, adalékanyag, mindenféle adalékanyag színezék hozzáadása nélkül. Tehát ha jól belegondoltok, ugye minimum 10 000 éves, tehát egy természetes ásványvíz, az mondjuk nagyon sokan vitatkoznak ezen, hogy csapvíz, nem csapvíz, vagy ásványvíz. Tehát a természetes ásványvíz, ami a szabványa, az nem csak kémia. Az kémia, biológia, mikrobiológia, geológia, tehát egy 5-6 dolognak az összessége. Védett vízbázisból kell származnia, nem tartalmazhat szervezetre káros anyagot, arzén, nitrát, nitritet. Ezt plusz-minusz évek folyamán, ugye a Szent Király 30 éves, plusz-minusz 5%-kal nem változhat az ásványi só összetétele. Tehát nagyon sok dolog. Uh-huh. És ez tulajdonképpen egy jégkorszak, ez a mélyfúrású kutakból származó lencs, ezek jégkorszaki lencsék. És mennyi van még? Hát a Szent Királyra tudok nyilatkozni nekünk, mert az is kötelező, hogy vízbázis védelmet kell végezni. És például az is, például megkértek Balatonfüreden, hogy nézzek meg két kutat, nézessünk meg. Például azt azért nem tudtuk ásványvízzé minősíteni, mert nem volt védett a vízbázis, a vízadó létege. És a kettőből egy az már be is fertőződött azóta egyébként. Úgyhogy ez nagyon szigorú, az élelmiszer szabványnak a legszigorúbb kritérium az ásványvíz töltésre van. De szóval akkor mennyi van? Nektek mennyi ideig? Nekünk az enyémet tudok nyilatkozni, az enyémet, mikor a 30 éve felfedeztük, akkor, hogyha 1,5 milliárd liter volt a hozam, hogyha kiszedtük volna 1,5 milliárd litert, akkor 50 évig lett volna elegendő, de nem vettünk ki annyit, mert 40-50 millió liter, mondjuk annyit se, 10-15-öt vettünk, 93-tól 1 milliót, 5 milliót. Most már veszünk ki többet, most megint csináltunk egy felmérést, most 3 kutunk van, egyedülálló egyébként Szent Király vízhozamát tekintve is, úgyhogy még körülbelül 70-80 évig garantált a vízhozam. Unokáink is fogják még inni. És pluszban ugye az olasz társam, ő az Európai Ásványi Szövetségnek az elnöke, meg én is benne vagyok az elnökségben, és egy olyan írott vagy íratlan, még nem írtuk le, de egy olyan szabályt hoztunk, mert ugye a természetes ásványvizek Európában találhatók meg. Ezek nincsenek Amerikában, nincsenek Távol-Keleten, Közel-Keleten. A természetes ásványvíz az európai sajátosság. És egy olyan szabályt hoztunk, hogy a kút környezetétől 500 kilométeres sugarú körnél messzebb nem visszük az adott vizet, mert az annak a populációnak a kiváltsága, hogy azt a vizet igye. És ezért érjük el azt, hogy nem merítjük ki. Tehát én 5 évig dolgoztam, hogy a szaúdi piacra bejussam, amikor építettem a brandet. Arra egyébként jó volt, hogy jó kommunikáció volt. De ahogy itt beindult Közép-Európába a piacvezető szerep, azonnal kivonultunk. 500 hipermarketből vonultam ki azonnal, ott 15 kamionon, meg 4 raktárházam kint, és azt egy hét alatt bezárattam.
Ezért? Hogy a, hogy a, már nem tudtunk eleget gyártani Magyarországra se. Aha. Aki már elég öreg, mint én, az ezt a vizet, ez sokféleképpen megélte. Én emlékszem, mondjuk, hogy gyerek voltam, karácsonyon a nagymamáméknál a faluba, mindig mentünk a kannával ki a kútra vízért. Világos vízért. Ez volt a normális, ugye? Aztán jött a csapvíz, mert az, az már egy következő állomás volt. És aztán eltűnt a kút, eltűnt a csap, hanem lettek palackozott ásványvízek. Hát illetve választásnak ott van még a csapvíz. Persze, persze, csak, persze, de csak az evolúcióját Isten nyugtassa a nagymamámnak, ma mutatnék egy Szent Király is palackot, azt szerintem egy órát nézné, hogy ez micsoda, mert akkor nejlonzacskó sem volt a bótban, mert cekkerrel mentünk. Tehát ez a vízfogyasztásnak, nem tudom jobban megfogalmazni, az evolúciója. Tehát, hogy, hogy ez... Hát igen, csak ez sokan azt hiszik, hogy ez ilyen divató volt, ez nem az ám. Na, ide akarok kiukadni, hogy magyarázd el nekem, úgyhogy én is értsem. Nagyon egyszerűen tudom, hogy például Nyugat-Európában már régóta vannak, Amerikában, régóta vannak a Európa peremén palackozott vizek, 50-60-70 éve, 100 éve. Azért, mert ott, mivel nincsen természetes ásványvíz, ezek a mélyforrások utak, nincs más alternatíva, csak hogy a folyókat megtisztítsák, és azt palackokba tegyék és árulják. Közép-Európában, Magyarországon meg nem divató volt, hanem a környezetszennyezés vezetett ide. A nitrát, nitrit a kommunista időben szétműtrágyázták a talajt. Magyarországnak, ugye a kelet-magyarországi résznek nagy átka is, hogy ott löszös talaj van. És képzeld el, hogy egy szennyeződés, egy csepp szennyeződés egy év alatt egy métert halad a földbe. És amikor mi gyerekek voltunk, akkor ez a szennyeződtség, ez ilyen 5 méteren volt még, most 70 méteren van. Aha, mert sétál lefele. Igen. És fertőzi meg a vizet. És akkor ugrott meg egyébként a 90-es évek vége felé, mikor az ANTS lezáratta a gyűriskutakat vidéken. Aha. Akkor egy ötszörösére nőtt a palackozott vízfogyasztás, mert csak azt tudja garantálni a tökéletesen tiszta vizet, aki már a kút, a védett vízadó rétegből származó vizet a felszínre hozza, és már ott a kút mellett lepalackozza. Na jó, de akkor másik oldalon viszont ott van az a rengeteg műanyagpalack, amit termel az iparág. Ez valahogy nem fordul aztán a visszájára? Kezdve, de hogy 1830-as évek óta van műanyag, és a műanyagnak csak egy baja van, hogyha szemetelünk vele. És ez nem csak a műanyagnak a baja, hanem a porcelánnak, az üvegnek, mindennek. Ha eldobjuk, akkor ez egy nagy probléma. Szidják a PET-palackot, hogy úszik a tavakon meg a tengerekbe. Hála jó Istennek, hogy úszik, össze lehet szedni, és újra lehet hasznosítani. Mert viszont én például a búvár is, nemzetközi búvár vagyok, és például búvárkodtam olyan helyeken, ahol kamionok vannak, és soha nem hozzák fő. Kamionok? Olyan, képzeld, hogy Ciprus mellett merültünk, a 45-48 méterre, és föntről, azt hittem, hogy matchboxok vannak, egy hatalmas tartályon, volt benne 200 kamion. Jézus, te 200 kamion? Igen. Hogy a fészkes szétfrontak, az áramlatok már széthajigálták, akkor van egy, volt egy másik hely, ahol merültem. De hogy kerültek oda a kamionok? Hát elsüllyedt a hajó, és olyan drága itt felhozni. Hogy ott hagyták. Hogy ott hagyták. Igen, hogy ott hagyták. Akkor ilyen WC-csésze, meg porcelán, nem is tudom, hogy hol volt, az Kréta környékén volt. Hát ott meg 20-30 ezer darab szétszorodva a tenger alatt, és búvármerülő hely lett. Tehát az a jó egy, hogy nem a kibocsátott. Nincs 8 milliárd embert kell etetni, itatni a világba. Nincs rá alternatíva. Tehát ezt nem lehet kitalálni. Persze, elkezdhetjük a környezetet védelmet erősen védeni, de akkor fejezzük be az egészet, cserépedény, ökrösszekkér, és be van fejezve. De nem tudom, ezen én gondolkodtam most, egyébként a legjobb témánknál vagyunk, igen. Mert amikor én a nagyanyámnál mentem a kútra a kannával, akkor voltunk 4 milliárdnyian, mondjuk. Igen. Ilyen drasztikus népesség növekedés a földtörténet, ezt eltartani, tehát hangzatosan lehet beszélni. Etetni, meg itatni. Etetni, pontosan.
etetni, itatni, úgy, hogy legyen ennivalója, tehát életem egy részét Afrikában töltöttem, és amikor itt beszélgetünk a szegénységről, meg a ott látja az ember, hogy milyen, amikor nincs kaja, milyen, amikor nincs inni, és nem úgy, hogy nem nagyon van, nincs pont. Tehát a 8 milliárd ember az fölfalja valójában, és megissza. Szabályozni kell. Mindent tudnak szabályozni kell ezt is. Uh-huh. Nem szabad szemetelni. Azt, aki Szingapúrba kiköpszeg rágot, lecsuktak. Tehát aki szemetel, az szerintem egy köztörvényes bűnöző. És nem a kibocsájtót kell, aki eteti, itatja a népet, hanem azt, aki szemetel. És a szemetelő az egy bűncselekmény. Az ugyanolyan, most már bevezették, ugye, hogy az állatoknak a bántalmazása is már lassan az emberével egyenértékű. A szemetelés is az. Tehát összefoglalhatjuk, a praxisodból te oda jutottál, hogy nem a PET palackkal van baj, amibe a vizet rakjuk, hanem azzal, hogy mi felhasználók, mi csinálunk utána a palackkal, mert ha az valamilyen úton, módon visszajut hozzád, akkor ismét vizet tudsz beletenni. 9-10, kérdődöm, én már 15 éve ezelőtt olyan fröccsöntőgépet vettem, ami képes volt arra, hogy 80%-ba dara, visszatermelt darából készítsen PET palackot. És most, hogy összeálltam ezzel a multival, most volt először, hogy tudtam venni recipetet, mert addig a multik elvették előlem, nem tudtam sehol vásárolni, és 10 évig úgy üzemelt ez a gépem, hogy csak szűzanyagot tudtam használni. Mert a piac nem adott. Mert hogy fölvásárolják? Hát mert a nagy multik előlem a kontingenseket lekötötték, azt mikor oda ment a kis Szentkerek, mondták, hogy... Szia! Én szeretek elmerülni, igen, és aztán mindjárt megyünk tovább. Tehát, hogy de várjál, hogyha én a sárga kukába dobom a Szentkirályi palackot, akkor egyébként az most már akkor nagy eséllyel visszajut valamilyen módon. Ez egy nagy tévedés egyébként. Képzeld el, hogy amiről mit most küzdünk, ezt Nyugat-Európában, nem Nyugat-Európában, Szlovákiában már régen megoldották, ez nem téma. Ez Hollandiában sehol nem téma. Betétdíjasság ellen a palackot, innentől kezdve nem szemét lesz, hanem árualap, árucik. Németországban bűn, tehát bandák vannak, tehát a hajléktalan nem veheti ki akár bármilyen területről a PET palackot, annyira nincs PET palack. Tehát egy hiánycikk, a PET palack szemét hiányciklet lett, mert a betétdíja miatt akkora pénz. De gyerekek, te annyira jót mondasz, ugyanis amikor gyerek voltam, állat sok pénzt kerestem abból, hogy vittük a méhbe, meg az üveg visszaváltása. Csak eldobó üveg van. Mondják, hogy a PET palack. Hát arról nem beszélünk, hogy az összes visszaváltós üveg, az most már eldobó üveg. Igen. És az eldobó az ugyanúgy nem bomlik le a környezetben, mint a PET. Ezt meg kell oldani, de ez most ugye rajta van mindenki, mert az Európai Unió 24-ig adott Magyarországnak, mert már Kelet-Európában többen bevezették haladékot, arra, hogy a betétdíjas visszaváltós rendszert megcsinál, most ez a MOL-nak lett adva, reméljük, hogy megoldják. És akkor azt mondod, hogy abban a pillanatban, ha áruértéket kapnak a ma értéktelen csomagolóanyagok, mert ez erről szól, az valójában varázsütésre meg tudja oldani. Ez eltűnik. 1989-90-ben voltam Amerikában először, Miami-ba. És ott mentem be hát ugye én mindig néztem, hogy hol milyen üdítő van, tehát az ilyen szakmai, de most is egyébként megnézem, milyen palac van, mit fejlesztek, milyen új ízek vannak. És néztem, hogy a bejáratnál volt egy ilyen nagy monstrumgép. Néztük, hogy micsoda. 3 napig gondolkoztam, hogy mi az. És PET palac visszagyűjtő volt. 90-ben. Aha. Hát igen. Tehát akkor szingapúri szigort javasolsz, ahol ugye az utcáról enni lehet annyira tisztaságban. Hát ültem, Amsterdam voltam egy kongresszuson, ültem szerettem azt a szendvicset ott az utcán, amit ilyen street food-on volt. Néztem, és jött mert ugye amit a szupermarketből hipernek, meg ezt visszaviszik oda, és ott visszaváltják. De gondolkoztam, mi van azzal, amit az újságosnál vesz, hogy a volum vagy a hotdogosnál. Ugye azt beledobják a közös kukkába ott a köztereken, és jöttek a hajléktalanok, szedték ki, taposta össze, és így néztem, és mivel betétdíjas, eltakarított a csontra, amíg ott ültem, megettem a szendvicset, 40 kukát kierítettek, persze valószínűleg. Na, hát van megoldás, csak igen.
Már csak én maradtam igen. Levente, viszont Laci Borús jövőképén morfondíroztam egy kicsit, egy tanulmány, egy olyan jövőképet fest fel, hogy 2050-re mint egy Mad Max-szerű viszonyok lesznek, és a vízért fogunk harcolni. Nem. Amin azért nyilván jó, hát lehet, hogy egyébként egy kicsit borúsabb. Egyébként nem értem azt, hogy visszatérő, hogy Afrikában észomjaznak. Mert hát azért, mert ez nem téma azért. Tehát ma már azért olyan technológia van, hogy ez a hadipar meg kitalálja dolgokat, hogy már mindenből tudnak ivóvizet csinálni. Értem, értem. Tehát, mindenből tudnak ivóvizet, megéri-e vagy sem? Megéri, megéri, csak nem akarják a nagyhatalmak, hogy például valamiért nem akarják, hogy Afrikába ne legyenek szomjasak. Mert ha azt akarnák, hogy ne legyenek szomjasak, ezt én odavitették 10 konténert, és ellátok 2 várost vízzel. Bármiből. Tehát bárhol találok bármilyen vizet, jó. Nem ez a tökéletes, mert ez az arany kategória a természetes ásványvíz. Az oldott ásványisóval, az emberi populációval, genetikával együtt fejlődött ki. Pont annyi kémia van benne, amennyi kell, nincs több, nincs kevesebb, nem lesz vesekkő tőle. Tehát az emberi törzsfejlődése együtt fejlődött, és nagy szerencsénk egyébként, hogy Közép-Európába ezt a kincset ihatjuk, mert ez még kiváltságosok. De ahol nincs ilyen, ott megoldja. Amerika megoldotta már, 50 éve megoldja, hogy a nagy tavak vidékéről például van a kim voltam New Yorkban, és a Poland Springs nevezetű víz a piacvezető. Sokáig azt hittem, hogy egy lengyel vízet hoznak be. Ez kiderült, hogy nem. Az egyik nagy multicég, aki elkezdte gyártani, a folyóból tisztítják azt a vizet, és megnézte, hogy melyik populáció a legnagyobb New York államban, és a lengyel. Kijött a termékkel a piacra, és egy hónap alatt piacvezető lett. A férfi, aki vizet iszik, és vizet prédikál következetesen. Levente, mi az igazság? Mennyire nehéz dolog gazdagnak lenni? Nem tudom, nem. Nálam sokkal gazdagabbak vannak. Én soha nem foglalkoztam ezzel. Nekem az a véleményem, hogy aki gazdag akar lenni, az kizsákmányolja a világot, az embereket, meg a természetet is. Az, aki értéket hoz létre és alkot, és közben, ágy Isten, még pénzt is keres, az az igazi gazdagság. És nem lehet, azt mindig szokták mondani, hogy ki gazdag, ki nem gazdag, sokkal gazdagabb emberek vannak nálam, szerintem még Kecskeméten is, nem csak Budapesten. Tehát De az egyik legszerényebb gazdag vagy, akit is egyetlen rövid adom. De hogy nem vagyok, hát most azért tudjuk, hogy azért. De nagyon profin csinálod mindazt. Hagyj mondjak el egy nagyon rövid kis történetet. Mi azért, hogy egy ilyen csodás interjú létrejöhessen, sokat telefonálunk. Nagyon sokat. Ja. Téged egy perc alatt elértelek. Engem nagyon. A tenger közepén nyaralás, a gyerekekkel, feleségeddel körbevéve, azonnal visszahívtál. Tomi ennyit mondott. Ezért tart itt, ahol tart Balogh Levente. Ezt gondolom, igen. A történet kapcsán viszont gazdagság nem gazdagság. Persze, nyilván vannak nálad sokkal gazdagabb emberek is, de hát azért az elmúlt években, amióta szerepelsz az RTL műsoraiban, most már ugye mondhatjuk ezt, azért hát ott erőteljesen az társul hozzád, hogy gazdag vagy, és a pénz... Ezt a milliárdos bulit. Hát, de mondjuk azért ahhoz kell, hogy legyen pénzed, hogy a cápák között befektető lehessél. Hogy az álommeló főszereplője lehessél, munkaadója lehessél. Nem vagyok elszerény. Hát persze, hogy, hogy gazdag vagyok, de vannak sokkal gazdagabb emberek. Annyira vagyok gazdag, hogy nagyon sok embert el tudok tartani, nincsenek semmiféle gondjaim, de nincsenek is sztár alűrjeim. Tehát én nem akarok Dubajba toronyházat venni, meg nem akarok szigetet venni, mit tudom, a Karib-tenger. Várjunk, közelítsük ezt meg egy kicsit másként. Ugye, amikor elkezdődik az ember kapitalizációja, akkor azért az küzdelmes, hogy megvegye a következő gépet, hogy mindig kifizesse az embereket, hogy tehát az, van egy pénzügyi nyomás, egy tartós pénzügyi nyomás. Hát ez egy jó bizniszmodell, ott nem vagy ideges ezért egyébként. Én ezért soha nem voltam ideges. Ha jó volt a bizniszmodell, azt megoldottam. És mindig jó volt a bizniszmodell? Nem mindig volt jó, mert az édesapám az küzdött rendesen rendszerváltás után. Hát utána volt egy jó 10 évünk, de aztán mikor már bejöttek a múlti kereskedők, meg a múlti gyártók, okay, azért de azért, ha benne voltál, vagy kívülről is nézted, ismered, amiről beszélek, elkezd a levegő szűk keresztmetszete jönni, amikor jön a fizetésnap, amikor ezeket teljesíteni kell. Képzeld, hogy nekem ilyen nem bocsol. Okay, de akkor láttad az édesapádon. Ez a része, ez működött. Nem azóta az egészséges természetes növekedés
az volt a gát. És azért kellett nekem is bemondanom, mert Magyarországon minden cég, minden sikeres cég tőkehiányos 90. Ugye nem tudják Magyarországon, ugye te is tudod, mit tanultunk a tőkéről, hogy döntsd a tőkét, ne siránkozz, ez volt az egyetlen mondat, amit tanultunk, és amúgy meg egy utálatos személy dolog a tőke. Tehát ezt tanultuk. Ezt én nekem sikerült átfordítani az agyamba, és ezt kell megtanítanom a gyereknek, hogy mi az a tőke. Tehát nem hitelből vállalkozunk. Ugyanarról beszélünk. Neked ma már magánemberként nincsenek az extránál extrább igényeid, tehát téged a pénz magánemberként nem idegesít. Vállalkozóként mennyire foglalkoztat még a pénz? Egyáltalán foglalkozom. Nagy bizniszem az megy magától, nagyon erős lett a tőkét vontam be, nagyon erős lett a tőkét. Ez a Szent Királyi. Igen, nagyon erős lett a tőkét. Szent Királyi, Pepsi, Nestlé, Waters, meg minden. Igen. Nagyon erős lett, tehát az nagyon jól működik az a lába. A KKV-m, ott szerelem projektjeim vannak. Ott nagyjából tegnap mondta az ügyvédem, hogy például van egy kis rác, aki a cápák között volt, most egy közös terméket fejlesztek vele, és úgy csinálom meg vele, hogy én adom a szakmai átteret, ez egy üdítőital lesz egyébként. Ő adja ezt a 19-20 éves generációnak a feelingjét. Több milliós social media követőjével. És mondtam, hogy jó, 50-50 száll, végtem az ügyen, amit csinál meg a cég. Ez olyan, mint a Prime, amiért megörülnek a gyerekeim. Hát, képbe vagy. De képbe vagyok? Igen. Hát én annyi pénzt költök el erre, hogy soha nem. Na most lesz egy európai verziója, úgyhogy ezt megcsináljuk most. Könyörgöm, minél gyorsabban. Dolgozok rajta, már megmutattam, a telefonom már benne van. És mondta az ügyvédem, hogy jó, hát lementem, mert ugye 20-30 éve a családügyvédje, két több ügyvédünk is van, de őt örököltem az édesapámtól, még ő csinálta az első cégünket is, és mondta, jó, levente, de hát 50-50%? Hát mondom, persze. Hát és hogyha akkor vita lesz, meg akkor ki lesz? Hát mondom, ha vita lesz, akkor abba adjuk. Hát te, Gábor, én már nem akarom megváltani a világot. A kisrác, ezt kitaláltuk, jó működik, jó keresünk vele akkor, jó érezzük magunkat, ha összevitatkozunk, kezet fogunk, azt mondják, én elmegyek jobbra, meg elmegy balra, a cég meg elsüllyed. Tehát ez már nem, tehát ez a vízangyal az, hogy én a Szentkirály ásványi jótékony a hatása miatt kozmetikon, a beauty termékeket elkezdtem fejleszteni. Ezt is azért kezdtem el, mert most már olyan erős a menedzsment a nagy cégben, hogy lett annyi időm, hogy erre rá tudtam feküdni, és hogy 5 év alatt le tudtam ezt fejleszteni. Oké. Okay. De ez is szerelem projekt, ez nem pénz. Mi a dinamizmusod, perspektívát? Mikor mész nyugdíjba? Nem megyek soha nyugdíjba, most még van egy 3 ilyen szerelem projektem, amivel még pénzt nem kerestem, nem is, lehet, hogy nem is fogok. De mellette egyébként ez, amit mondtál, a cápák között, meg az állam elő, az edukáció. Tehát én nagyon fontosnak tartom azt, tegnap egy gyerekotthonba adtunk át adományokat, hogy nagyon fontosnak tartasz a magyar nagyvállalkozók, a magyar gazdag emberek, azok a társadalmi szerepvállásokat azt Magyarországra fordítsák. Azért, és azért van szükség magyar vállalatokra, magyar vállalkozókra, és nem múltik, csak múltikra, mert az amerikai gyerekeknek fogja adni, a németeknek szükség van magyar táborra, nekünk, meg nagyvállalkozóknak, meg vagyonos embereknek kutya kötelességünk, hogy visszaadjunk azoknak az embereknek, akikből mi nagyok lettünk. Ez logikus. Én ugyanis nem hiszek az ingyen pénzben. Na. Nem hiszek abban, hogy támogassunk, legyünk szociálisan érzékenyek, adjuk oda, még soha nem láttam, hogy pont oda ment volna. Abban a pillanatban, ha involváltak vagyunk a támogatásban, anélkül, hogy hirdetnénk, hogy támogatunk valamit vagy valakit, de célirányosan, bocsánat, ellenőrizhetően támogatunk, szerintem az annak van létjogosultsága. Egyébként ennek az úttörői a Bill Gates és Melinda Gates alapítvány, mert ők valójában egy borzalmas kapitalista vállalatot hoztak létre, ahol nagyon sok dolgot támogatnak, és mint egy multinacionális vállalat ellenőrzik és számon kérik. Én most csinálom az alapítványomat, a rossz gazdasági körülményben, önhibájukon kívül rossz gazdasági körülmények
közé keveredett családokat és vállalkozásokat akarom majd vele támogatni most van a bejegyzés alatt. Ezt tartom fontosnak, hogy ugye van az asszisztensem, a Balázs, az államban, aki kérdezte, hogy mi a, rengeteg levelet kaptok, hogy mi a prioritás. Tehát én mindig azt mondom, hogy én a, és a sportban is mindig az utánpótlást támogatom, meg a gyerekeket támogatom, mert most is voltam ebben a gyerek otthonban, és látom, hogy tehát a gyerekek azok alapvetően jó emberek. És mind zseni. Igen, és az, hogy jó vagy rossz emberek lesznek öregkorukra, az a környezetük fogja eldönteni, és nekünk a felelősségünk szülőknek, meg nagyvállalkozóknak, hogy megpróbáljunk olyan körülményt teremteni nekik, hogy boldog emberekként nőjenek föl, és lehet, hogy egyszer egy boldogabb Magyarországon fogunk élni is. Azt mondta Laci, mielőtt még azt a borítékot felbontja, hogy igen, zsenik mind a gyerekek, meg tiszták, mint a víz. De akkor mégiscsak megütötte a fülemet egy fél órával ezelőtt egy K1-es, 12 éve kickboxoló K1-ező, fantasztikus kijegyező, férfi apuka rendet rak a gyerekei után. Na, edukáció, minden klassz, minden szer, tetszik, hogy visszaforog. Nem, előbb-utóbb, nem arról van szó. Majd nem, egy idő után ők is egy idő után elrakja, csak én ezt nem tudom meg. Van, amikor jönnek a rokonok, anyósék, apozsók, ugye Szentkirály víz, Féteres, ugye az a halálom, hogy beleiszik felé, azt sem tudjuk már ki a flakon, igen. Le van mindenhol rakva. És asztalnál elmegyek egyszer, kétszer, ezt egy 4 óra múlva fogom beleöntem a kávéfőszőbe a megmaradt félig üvegeket, és kidobom a palackot. Tehát nem bírom elviselni. Hát vagy igyja meg, vagy rakja el magának. Na nézzük a te igazságodat. A család védelmezője Juliska néni, aki... Apáca út Argentinában. Aki Argentinában alapított rendet menekültek befogadására. Azt mondja, hogy... Mondtam, hogy bajban lesz a végén. Igen. Háborúban a zsidó családokat 56-ban a kommunizmus áldozatainak biztosított újrakezdést az életben. Az édesapám mondta mindig azt, hogy ha a családdal valami jó történt, akkor azt Juliska néni csinálta, és ez a bizonyos Juliska néni volt, és képzeld el, hogy kiderült most, amikor itt volt a Ferenc pápa, hogy ebbe az árdába, amit az én nagynéném alapított, abban volt káplán. Várjál, ő a te nagynénéd volt? Igen, a Juliska néni. Hát az édesapámnak volt okay. A nekem ő az édesapád testvére volt. Nem, az édesapám anyukájának volt a testvére. Az édesapád, de hát akkor is a nagynénéd ebben logikában. 9 apáca volt a családban, és 3 pap. 9 apáca? 3 pap. A nagyanyám az kiugrott apáca volt, ugye Kecskeméten van egy apáca rend, és a édesanyám azért nem volt jóba soha, hát nem voltak annyira jóba a nagyanyám, a esküvő itt volt a piarista templom a Pesten, és a esküvő, illetve a paphoz fősétáltak, megsimogatta az édesapám arcát, a nagymamá, és Anyika, még nem később, még lehetsz pap. Meghatározta a következő viszonyát. Tehát determinálta. Igen, ehhez kellett, most már mindent értek, ehhez azért kellett Juliska néni, hogy a békét megteremtse a rendben. Argentinában egyenesen. De szép. És te ismerted őt személyesen? Igen, ismertem. Haza is jött, amikor születtem, még Dajkád, ezt aztán... Még édesapám volt is, meg akkor még volt is ki nála Dél-Amerikában. És egyébként nagyon érdekes sztori volt, mert ezt egész életemben hallgattam ezt a sztorit, ezt a Juliska néni sztorit, meg Dél-Amerikát, és meg ott leveleztünk, meg képes lapok, minden volt. És most volt egy szálloda átadó ott Szentkirály mellett, nem messze Lakitelken. És ott voltak ilyen dél-amerikai magyarok, akik mondták, hogy beszélgettem velük, hogy hát ők Dél-Amerikában születtek, de magyarok. És akkor hogy mesélték, hogy hol laktak, Buenos Aires, meg Zárdába voltak befogadva. Jól is kanítom, és azt néz, hogy kit? Mondom, a Máter Lázár. A Máter Lázár, dehogy nem, hát ő volt a nevelőanyánk. És odajött a venezuelai, a argentin családok odajöttek, és a Juliska néni nevelte őket addig, amíg nem tudtak saját lábukra állni. És medencét csinált nekik az árdába. És az ott egy hihetetlen döbbenet volt, hogy akkor szembesültem azokkal az emberekkel, akikről meséltek, hogy ő kimenekített. Bécsből egyébként, Bécsből volt egy gyűjtőpont,
és onnan menekítettek, és akkor egyébként lengyel, meg magyar apácák és papok csinál, 8-an voltak, és ők mind a 8-an egy pápai kitüntetést kaptak, és kiver a víz, mert emlékszem rá, hogy 20 éve ezelőtt az édesapám rám bízta ezt a kitüntetést, csak annyit költöztem én is, hogy egyszer nem találom, most egy éve keresem ezt a kitüntetést, és nem találom, de meg fogom találni. Nagyon kíváncsi voltam erre a beszélgetésre, még soha életünkben nem találkoztunk. Kerülgettük és... egymást. Igen. És mondtad itt menet közben egy fél mondattal, hogy ver a vízettől a milliárdos meg, tehát a ráaggatott külsőségről. Biztos semmit nem jelent, csak a személyes benyomásom az első. Te jó srác vagy, Levente. Köszönöm szépen. És amit megtudtam, megtudtunk most, az egy logikus, harcos, nyugodt út, aminek van eredménye. Oké, az izzadságról nem beszélünk a sportban sem. Hát 30-40 év, amit ebben az ember eltölt, nem csinál magából hőst, hogy ennyi küzdelem, meg annyi küzdelem, hanem természetesnek tűnik. De azért egy sportkarrier, egy vállalkozói karrier, egy szakmai karrier, és most szerintem Juliska néni nyomdokai után kezdesz menni. Ez egy gyönyörű ív, szóval nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és nagyon örülök, hogy megismerhettem. Köszönjük, köszönjük. Szóval legyen velünk. Megkívást én, és jó éreztem magam, nagyon köszönöm. Köszönjük, Levent. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Iratkozz föl, nyomd be a csengőt, és azonnal értesítést kapsz új tartalmainkról.